Szevasztok, Kjupi vagyok, a Mortal Kombat második része, legalábbis a kivégzések terén. Itt hagytuk abba, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Barakával, aki Sub-Zero-t, vagy inkább Kitanát nyírkolja le. Marad ez a pálya, ami ugye az első részben is volt. Na nézzük ezt a szép, csodálatos kivégzést, nagyon gusztustalan lesz, plusz 18-as, ugyanúgy, mint az első rész. Na, hát elég közel kell itt menni. Finisher! Mindenesetre meg ne rúgjam ezt a hülyét. Na, még egyszer. Ez az. Ó, de csodálatos vagy! Kesszé. Na! Ez nagyon gusztustalanul beteg volt. Legalábbis szerintem. Felfordul a gyomrom. Nagyon kemény. Azért nézzük még egy kicsit mi. Na jó, keresünk másik karaktert, ha betölteni. Jó. Jó, Raiden nagy úr következik. Nyírjunk ki. Saját magával fog küzdeni. Úgy döntöttem. A Raiden vs. Raiden. Na nézzük. Szép egy csoda halál lesz. Csak videóból tudok következtetni. Tikk, hogy lerepült a sipkája. Ilyenkor gyakorlom a gombokat nyomogatását. Azaz. És egy Kamehamét még ráküldött a végére. Hogy de gusztus talán. Ja, az előző az durvább volt. Ez is kemény azért. Kemény. Bleh. Na, hát van-e még karakter, akit nem próbáltunk? Nem lesz harmadik rész egyébként. Nem maradott olyan nagy sikert, mint gondoltam volna, úgyhogy amiben ebben a részben jutunk, egy olyan 10-12 perces videó. Ahány karakterben jutunk ebben a részben, jól lemondtam. Szóval ahány karakterre lesz idő ebben a részben, annyit fogok bemutatni. Többet nem. Jó. Na csapassuk! Finisher! Na? Azaz. Aha. Na, még a két szemgolyóba egyet kellett azért. De csuda vagy. Még szinte mosolyog a csaj, he. Úgyhogy szétrobbantott a másiknak a fejét. Ilyen a brutalitás. Jézusom. Nagyon kemény. Na van ott még ahonnan ez jött, srácok, ha... Hát még mindig ez volt a legdurvább, ez az fogás. Sub-Zero még nem volt. Nyilván Scorpion ellen. Két örök ellenség, ugye Scorpionnal meg Sub-Zero-t nyitott ki. Aki nem lát az első videót, keresse meg, nincsen annyira messze. Na nézzük a fagyasztómestert, hogy fogja kivégezni az ősi ellenséget. Ha lesz a... de csuda vagy! Ennyi? Sima lefejezés. Na, azért ez már mindjárt jobb. Hú, gecco. Még miért estett a kesztyűje? Mekkora flash? Nagyon durván meg van csinálva a játék egyébként. Nyilván ugye abban lett véres, hogy átütötte a fejét. Kicsire nem adunk. Na nézzük Kano-t. Kano-nak az ellensége. Liu Kang lesz. Ez valami zombi Liu Kang, vagy mi? Hagyjad már magad, Nunchaku. Ez izébe volt. Ki volt az? Bruce Lee. Bruce Lee volt. Aki ugyanígy basztatta az orrát, meg minden. Na, Kano-nak is közel kell lenni, úgy látom. Úgy is van. Kicsit közelebb, és már... Pic. Hova megy?
Egy kis tánc. Közben ugye fritzol a vér. Ennyi? Elvágta a nyaki főtőerét, és táncol vele. Genya. Hát eddig ez a legbénább, komolyan mondom. Mindegy. Már neki ezt tetszik. Kabál. Amint a kabát. Kit nyíron ki kabát? Kollektort. A Shing Tsung Bayan. De hány kezon ennek? Na nézzük kabátot, mit csinál. Jó, messzire kell menni tőle. Úgy is van. Na. Kicsit gyakorolni kell, mert bonyolult. De azért sikerül. Hát te hol szabad a szabát. A két szemgolyó. na, ez sem volt rossz, hékás. Kis bászőszerveket, mindent ketté vágott. Éles lehet az a kis kardocska, vagy a franc. Nem volt rossz, ez tetszett, kifejezetten tetszett. Félem, amikor kigurultak a szemgolyói a csávónak. Liu Kang. Nézzük a ninjakusat. Jaj, de csuda. Kit nyírjon ki? A másik zombi. Csodálatos választás, legalábbis szerintem. Főleg úgy, hogy elvileg ezek egy pár voltak a filmben. Nem mindegy. Jó, közel kell itt menni. Véletlenül meg ne üssem. Na. Egy ütéssel szétrobbant, he. Mondjuk a többivel megyengítette, az ott mája, vagy mi tüdeje? Ki beleg, ki szívecske, hogy ne repülszön az éjjel. Kéz, fej, belegondolva kicsit kirázott a ideg, na mindegy. Nagyon brutál ez a játék, amúgy nem is tudom, hogy... Ők egy 18-as, de basszus, hát kisgyerekek is játszhatnak vele. Apu megveszi magának a kis pulya, meg berakja, az szerusz. Na mindegy. Na nézzük itt a nát. A visszavágóval. Kung Lao. Vagy Liu Kang, bocsánat. Nem Kung Lao. Nem is tudom, hogy ez hogy jött. Na mindegy. Ügyet hajtsa a csém. Baltával csapja szét a fejét. Kecibe. Ne kínlódjál. Na jó, mert Dick az mit mozog az az zöld. Fófasz. Még a végén kis sétálunk itt belőle. Aha. Kiszi a vérét, hát, meg a szerveket. És megfürdik a trutyiban a végén. Hát nagyon romi. Na hát erről ennyit. Hát nem voltam ugyanis annyira vészes. Szerintem jó, mondjuk nyilván vészes, ha megvágnak az ki. Centrifugázzál belőle az összes vért, meg belszerveket, meg minden szart. 40 Kung Lao. Kit nyírjon ki? Kit nem láttunk még. Most a Black-et. Sincs ki ez? De most ez kinyírja. Tikpik puskája van a csávónak. Jaj, közben lecsúszok a székről. Mit érünk csúra csávó? Ez is nagy haszművész amúgy, ez a Kung Lao. Aha. Mi a franc, már nem tudom megcsinálni. Azért. Hoppá! Ez tetszett! Kicsit gyakjával kinyírta. Nem is kicsit. Ez jó, ez tetszett, ez szép volt. Szerintem hát ez a legjobb. Jó, mindegyik turva. Ebbe volt egy kis romantika. Na jó, nem. De jól nézett ki. Az első az nagyon gusztustalan volt. De ez jó volt, ezt kifejezetten. Ez a Jaden! És Kung Lao-t.
Mikasítjak, hogy eldobálta itt össze-vissza. Közben, ha, lehet itt közben nézni, hogy ez harc van, nagyon menő. Mondjuk nem tudom, meddig fog tölteni. Tök jó egyébként, és mindig azok a karakterek harcolnak, akiket kiválasztasz. Nagyon jól meg van csinálva ez is. Az összes már játékok meg van csinálva, én csak álmolok itt rajta. Tükerről is leesett a sigyek, mint Raidenről. Sikerült is. Az már egy éles bot, hát. Ez tetszett. Szidrabot a botta mondjuk az elég érdekes. Hát szerintem ennyi volt, srácok, nem fogunk többet, több karaktert választani. Jó, még lehetne itt egy párat megnézni, de egy nem akarok egy fél órás videót. Ez a 10 perc szerintem bőven elég lesz. Jó. Úgyhogy itt hagytuk abba, vannak még itt egy páran, akiket lehetett volna tesztelni, illetve megnézni. De erre már most nem lesz lehetőség. Köszi szépen, hogy itt voltatok velem, iratkozzatok fel, nem tettétek volna még meg, dobjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, legyetek jók, szevasztok!